asszonyok egyik fele urakká válik, a másik fele kisasszony marad. Az urak felkérik a kisasszonyokat, a kisasszonyok pedig mély búkkal fogadják az urak felkérését. Egy, kettő. Szemekkel. Csak egy szegény francia nyelvmester, aki az ön ajánlására órákat óhajt adni egy kitűnő nevelőintézetben. Azt árulja el, hogy miért? Tökéletesíteni akarom magamat a francia nyelvtudásban. Majd mit mondok én a maga tökéletességéről? Hát legalább azt mondja meg, hogy melyik kisasszony ellen akar incselkedni. Legyen nyugodt, nem Szerafin kisasszony. Gróf úr, ez a célzás fájt öreg szívemnek. Kedves jó öreg nevelőm, hát nem akarok én önnek fájdalmat okozni, hiszen tudja, hogy mindig szerettem. Hát nem emlékszik már arra hosszú hajú szőke kisfiúra, aki oly csodálkozó tisztelettel mereztette önre nagy kék szemeit. Emlékszem. Mikor először vette kézbe, hogy embert faragjon belőle. Igen, mintha ma lett volna. Hát nem emlékszik? Emlékszem. Mind szerette mindig az ő Tódorka bácsiát. Mint ült az ölében. Mint simogatta az arcát. Igen. És milyen jól tudta mindig a leckéjét. Na ez az, amire nem emlékszem. És most meg tudná tagadni szerető növendékétől ezt a csekély szívességet? Jaj, gróf úr, hát én semmit nem tudok magától megtagadni. Most is, ahogy itt ül az ölemben, mint egyszer régen. Jaj, kiskorában emlékszik, milyen szép volt. Jaj, hogy ringattam a térdemen. Nem, hát nem lehetek ennyire hűtlen az intézettel szemben. Hát héját engedjek a galambducba? Farkast a juhakolba? Nagyon kérem, menjem innen! Jól van, elmegyek. Nagyon. Elén, de a halálba! Ernő, miket beszél? Ha ön, hajdani nevelőm, ennyire félreismeri szándékaim tisztaságát, nincsen más hátra, mint a pisztolynak Ernő, a csöve. Ernő, miket... Isten önnel tudom, Nem tegye ezt velem, Ernő! Csak azt ígérje meg, hogy vigasztalni fogja szegény nagymamát, kinek egyetlen öröme száll velem a sírba. És engem ki fog vigasztalni? Mutasson be, vagy Dúr. Ó, az új francia tanár? Dúr? Kedves tanár úr, nagyon szép öntől, hogy így hamar siet eleget tenni kérésemnek. Ó, hát az új francia tanár. De nem tehettem más, tehát voltam olyan bátor, ez az úr. Bárány Ernő tanárjelöl. Bizonyítványomat átnézte a tanár úr, és kérésére bemutatja nagyságodnak is. Nem szükséges. A tanár úrban feltétlen megbízom. Ja, Isten. Tanár úr, kérem, hát ne tárul
van? Semmi, kisasszony, csak a szív. A szív. Elég, tanár úr, elég. Gondolom, a tanár úr elmondta az állás teendőit és feltételeit. Kész megnyugvással fogadok el bármely díjat, mert jövendő pályámra nem szereztetek jobb ajánlást, mint hogy az intézetben voltam alkalmazva, mert oly méltán tettek híresség különböző tanügyi körökben. Hát ez az ördög fattya. Gondolkodásmódja és modora elkápráztat engem. Azonban megvallom, uram, kissé fiatalnak találom az állásra. Szabadjon azt válaszolnom, hogy a fiatalság oly hiba, mely napról napra kisebbedik. Hogy ez mennyire igaz. És szabadjon azt válaszolnom, hogy a fiatalság és szigorú erkölt nem összeférhetetlen egymással. Hivatkozom kegyes ajánlom Tódorka tanár úr jótállására. A tanár úr jótállásában feltétlen megbízom. Remélem nincs ellene kifogása, hogy az óráim Szerafin kisasszony is jelen legyen. Ó, a kisasszony édessé fogja tenni a kötelesség teljesítésének munkáját. Gondolom felfogadhatjuk. Rendes, szerény fiatal ember nem veszélyes. Egyszer sem emelte réjánk a tekintetét, nincs érzéke a nő ipáira. Igaza van, megbízhatunk benne. Legyen szíves behívni a kisasszonyokat. Azonnal igazgatónő kérem. Nos, Tanár úr oly szerény, hogy semmit nem hajlandó elfogadni. A tanár úr nagyon szerény. Hát ilyen szolgálatokért nem szoktam köszönetet elfogadni. Annál nagyon marad hálám. Elfogadom az ajánlatát, kedves bárány úr. Rögtön be is mutatom leendő növendékeinek. A haladókat fogja tanítani. Igyekezni fogok, hogy minél messzebb haladjanak vezetésem alatt. Istenem, hol fognak ezek haladni? Íme a 7. osztály növendékei, kiket szíves gondjaira bízunk, kedves bárány úr. Kisasszonyok, bemutatom önöknek intézetünk új francia tanárát, Bárány Ernő urat. És én valóban boldognak vallom magam, hogy kertész lehetek így virágos kertben, hol a tudomány és erkölcs magvai így áldott kezek hintik el, melynek munkáját szerény tehetségemhez képest előmozdítani igyekvendem. Ó, milyen szépen beszél! Tőlem tanulta. És a kisasszonyoktól pedig elvárom, hogy üdvös munkámban, buzgalommal, igyekezettel és engedelmességgel fognak támogatni! Ez az igazi pedagógiai hang. Hallották, kisasszonyok? Igen is! A kisasszonyoktól elvárom, hogy a tanár urat tisztelettel és jó akarattal vegyék körül. Igen is! És mindenben szavát fogadják. Igen is! Az órákat még ma elkezdheti, kedves tanár úr. Addig engedje meg, hogy megismertethessem intézetemmel. Nagyság kegyessége végtelen boldoggá teszi. Erre kezdjük meg a szemlét. Tanár úr ajánlottja becsületére vár. De még mennyire? Na hát, ez francia tanár, ez bárány. Majd a fagy. Nem tanár. Nem bárány. Kicsoda? Kicsoda? Alamuszinak látszik. Egész csinos. Mi nőzaj ez, kisasszonyok? Tanuljuk a csillagászati földrajzot. Nagyon-nagyon helyes, kisasszonyok. Tanuljanak csak továbbra is ilyen szorgalmasan. Én addig elmegyek, és megnézem a többi osztályt. A megindított inga nem változtatja meg lengési síkját akkor sem, ha a pont, ahol fel van függesztve, a függés iránya körül forgattatik, vagy ha a körkerületen forgattatik. Ó, a csillag! Hát ki ez a bárány, aki nem bárány? Ismered? Láttad? Akárhányszor, téren a templomban. Imádkozott! Liba, ránk nézett! Tudod a nevét? Ha a lengés kezdetén a lengési sík délkörnek síkjába esik, 24 óra lefolyása alatt a délkör síkja 360 fokos fordulatot tesz. Kivallottam az öreg sekrestést! Vallott? Egy palack krumot ígértem neki, és vallott. Kicsoda hát? A fiatal szerémi gróf. Vajon melyikünk kedvéért jött ide? Majd kiderül a vallatásnál. Én úgy láttam, hogy mikor lehetett, mindig Mátára nézett. Mindannyiunkra nézett. Mindez nem volna így, ha a föld nem forogna.
Sok nem volna így, ha a föld nem forogna. Nem volnának napok, a napok után éjjel. És a boldogság megmaradna. Tanuljanak csak továbbra is ilyen szorgalmasan, kisasszonyok. Elment a macska, táncoljuk! Katica, menj az ajtóba vigyázni! Mindig nekem kell vigyázni! Nagyszerű, a Grove lesz a francia tanárunk. No, hiszen szépeket fogunk tanulni tőle. Nevetséges, nem azért jött ide, hogy tanítson, hanem azért, mert szerelmes. De vajon melyikünkben? Talán mindannyiunkban. Én akkor is azt mondom, hogy mikor lehetett, mindig Mártára nézett. Bánom is én. Ó, ha az a másik volna. Másik is van. Van bizony. Az is sokat kísért az utcán. De az soha nem fog ide állni valat belopózni. Sokkal komolyabbnak látszik. Addig is elégedjünk meg a mi kis grófunkkal. Legalább lesz egy kis hetsz ebben az unalmas életben. Hát, az igaz, hogy unalmas életünk van. Unalmas, unalmas. Könnyű nektek mondani. Még egy pár hónap, és aztán visszatértek a szülői házba, a nagyvilágba. De én, micsoda reményem lehet nekem a jövőben? Szegény Márta, te örökre az intézetben maradsz. A néni kegyelemből tart itt, és ezért hálás lehetek neki. Mégis senki sem csodálhatja, fáj a szívem, ha arra gondolok, mi örömmel készülöttök haza. Nekem nincsen senki, akinek örüljek, aki nekem örüljön. Szegény Márta, neked még mamád sincs. De volt, és ó, milyen kedves, drága mama volt. Mesélj! És hogy tudod táncolni? Nem is táncolt, szinte repült. Kicsi voltam, de mindig ott voltam a színfalak mögött, amikor ő táncolt. Az anyukád balettáncos nő volt. Az volt, ez a világon az első hivatás. Nem olyan tánc, hogy mi forgatjuk egymást. Ez a tánc művészet. A mennyországba ragadja az embereket. Ezt a táncot megtapsolják. Ó, a taps! Tudjátok ti, mi a tapsa siker? Én már tudom. Én már megtapasztaltam. Ha nektek jövőtök van, nekem van múltam. Engem is tapsoltak százan, ezren. Szép aranyos ruhába voltam, a hajamba gyémántok voltak. Igazia. Hamisak igaz, a színpadon az nem látszik. Szárnyaim voltak, és kiálltam a tenger sok ember elé. Ennyi. Táncolj! Meg leggési síkját, akkor sem... Bocsánat! Bocsánat, kisasszony, hogy így hirtelen bejelentés nélkül lepem meg. A kapus azt mondta, itt találom a főnöknőt. Nem gondoltam, hogy kegyedet találom itt. Nagyon sajnálom, de elkésett. Elkéstem? De hát miről? Hát nem francia nyelvtanárnak akart beállni. Mit az a másik? Ó, ha én ezt tudtam volna. A másik ügyesebb. Kisasszony, én Őrkényi Kálmán vagyok. Nagybátyám Báró Őrkényi húgomat Piroskát be akarja adni az intézetbe, beszélni hajt a főnöknővel, ezért küldött. Azaz, hogy magamtól jöttem. Magától? Igen, és megvallom, kisasszony, áldom a véletlent, mert te találkozást óhajtottam, reméltem. Óhajtotta? Remélte? A főnöknő szobája arra nyílik. Mit bánom én a főnöknő szobáját? Mondja, kisasszony, egészen ismeretlen vagyok én kegyed előtt? Vagy oly merésznek tartja a kérdésemet, hogy még egy szó válaszra sem méltatja? Egyszer már találkoztunk az utcán, és köszönt is. Emlékszik rám! Ó, kisasszony, ha tudnál, mi boldoggá tett szavával, csak még egy kérdésemre feleljen. Tanulnom kell. Ne tagadja meg tőlem egyet, kérem, mondja meg. Ó, mondja meg, kérem. Mit mondja meg? Mondjam meg! Hogy merre találom a főnöknő nagyságát? A főnöknő nagyságát én helyettesítem. Kisasszony, az óra elkezdődött, siessen. Nos, uram, mit kívánt hát a főnöknő önnagyságától? Nagybátyám Báró Őrkényi kérdezteti, mikor tehetné tiszteletét az intézetben húgommal Piroskával, akit ugyanis az intézetbe kíván adni. Ó, hát a Báró úr, az bármikor szívesen!
örömmel hallom. Akkor sietek hozzá jó hírrel. Kezét csokolom. Végre beszélhettem vele. Végre beszélt vele? Hát vajon kit értett ez alatt? Istenem. Itt a világ vége. Borzalom. Hát kérem, mit jelentsen ez a pedagógia ellenes felháborodás? És azt mondját, itt vége a pedagógiának. Ez a fiatal gazdickó úgy behálózta az igazgatónőt, hogy még az erkölcstan órákat is rá akarja bízni. Ó, hát az új francia tanár. Az új francia tanár. Mondhatom, én is nagyon meg vagyok vele elégedve. Maga is? Igen. Na jól nézzünk ki. Igen, én is. De hát tanár ére. Hát mely asszonya vagyok önnek? 24 éve. Jövőre ünnepeljük az ezüst eljegyzésünket. Tanár úr, kérem, megfogadtuk, hogy addig nem gyújtjuk meg hímen fákjáját, amíg eleget nem tettünk félre ahhoz, hogy önálló intézetet nyithassunk. Igaz. És igaz. Ez az időpont még nincs itt. Így igaz. De már közel. Ne legyen féltéke. Hát én méltó maradok önhöz. De én méltó lehetek önhöz, kisasszony? Tanár úr, kérem, hát az ön szívét nyomja valami? Nyomja? Hát a lelkemre szikla nehezül, homlokomon a szégyen bélyegeig, szememet nem merem az ön tiszta arcára emelni. Tódorka szilárdhat maga, hűtlenséget követett el! Ugyan ne mondjon már ilyen szamárságot. Nagyobb az én bűnöm, sokkal nagyobb. Nem tűrhetem, hogy kizárjanak a tisztességes emberek soraiból. Hát, sikasztottál. Ugyan már mi bűn sikasztottam volna? Jaj, nagyobb az én bűnöm. Hát még ennél is nagyobb, hát mi lehet még ennél is nagyobb? Meggyilkodtam valakit! Igen. Jaj, dehogy gyilkoltam, dehogy gyilkoltam meg. Nem. Nagy az én bűnöm, nagy. De mit tegyek? Mit tegyek? Hogy tegyem jó? Szerafin kisasszony, megvan. Homlokomon a szégyen bélyegével távozom innét, de esküszöm önnek, mire visszatérek, le lesz mosva a homlokomról a bélyeg. Most elmegyek, és mindent elmondok a nagymamának. Itt már csak ő segíthet. Ég önnel, Szerafin kisasszony. A nagymamához megy, hogy lemossa a bélyeget. De miféle nagymamához? Hát neki már réges-régen nincs is nagymamája. Megőrült áll a türelmetlen szerelemtől. Jó, Istenem! Hát miért is vártunk 24 éve? Látszik, bizonyos vagyok benne. Báró Örkény Vilmos nyugalmazott ezredes vagyok, az úr Kosta Sámuel nyugalmazott tábori lelkész, Piroska az én kis unokahúgom, Piroska, és mind a hárman Tímár Karolina kisasszony keressük. Azaz, hogy én csak az ezredes úrnak a kísérője vagyok. Jaj, hát már nagyon régóta vártuk a báró úr, látom ötösen. Jaj, hát a fiatal Örkényi gróf, jaj, már jelentette nagyságtok látogatását. Megyek, azonnal jelentem a főnök névrecsegen. Azonnal. Névújjál szív. Mit mondott ez a három kapitulációs veterán? A fiatal báró Örkényi bejelentette jövetelük idejét. Miféle fiatal Örkényi? Hát a kérdést tudtam, a két oldalról kell megközelíteni, tekintettel arra, hogy kettő báró Örkényi létezik. Egyik az ezredes úr. Tehát tájékat nem vagyok fiatal. Ez esetben talán az ifjú Kálmán bárót értette. De hát... Hogy mert azt bejelenteni, mikor nem küldtem? Hát már bizonyos benne, hogy nem. Hát hogy ne volnék bizonyos, mikor nem küldtem? Csillapodjon már, mert megint elragadja a heve.
Hát minek bosszant? Én nem bosszantom, én csillapítom. Ó, hát ilyen csillapítással a legszerintebb embert is be lehet hozni. Idegen helyen vagyunk, kérem, ne tessék már kajabálni. Akkor maga még ne bosszantson. Én nem bosszantom, de maga úgy kiabál, mint a kaszányába volna. Hát igen, maga meg úgy prédikál, mint a templomba volna. Alá szolgáljam, telve van már a kehely. Hát a telve van, igye is ki. Jaj, drága Kosta bácsi, hát már megint veszekednek. Hát úgy látom, hogy megint nekem kell igazságot tenni. Drága Kosta bácsi, ugye egyszerre vonult nyugalomba az én bácsikámmal. Na, majd még látjuk, hogy ezt is eltagadja. Nem, én két nappal később. És amikor a bácsikám nyugalomba vonult, megkérte a tiszteletes urat, hogy maradjon mellette, mert ismerte önmagát, hogy milyen hirtelen, fellobbanó természetű. Na, majd meglátod, hogy ezt is eltagadja. Ez így van, ezt azért se tagadom. És ismerte a drága tiszteletes urat, hogy milyen békés, okos, szelíd ember. Tudtam, hogy ezt nem tagadja el. Be kell valljam, a hivatásodnál fogva a béke apostola vagyok. És azért maradt az én bácsikám mellett, mert úgy hat rá, mint valami csillapítószer. Hát állandóan bosszant. Én nem bosszantom, én csillapítom. Hát maga nem tud csillapítani, de te igazán vagy bosszant, ne gyomán. Pedig meg se tudnának lenni egymás nélkül. Drága bácsikám, csókolja már meg a bal orcámat. Igen. Drága Kosta bácsi, hát csókolja már meg a jobb orcámat. No, látják, hát már is szent a béke. Na, ettől tanuljon meg prédikálni. Nem, ettől tanuljon meg a kommandírozni. Ezer bocsánat, ezredes úr. A hivatalos kötelesség tartott vissza. Miért osztassék helyet foglalni? Miben lehetek szolgálatára? Hát, egy regrutát hoztam. Regrutát? Igen, azt a kislányt. Ha megüti a mértéket, sorozzák be, azt dugják be a kaszárnyába. Kaszárnyába? A kaszárny alatt az ezredes úr a nevelőintézetet értette. Jaj, természetesen nem is a lovas kaszárnyát. Őrnagysága bizonyára megérti egy vén katona nyelvét. Minden esetre, uram, a legnagyobb örömmel fogadjuk a kisasszonyt. Nagyon lekötelez, nagyság, nagyon lekötelez. Pedig hát szeretem a kicsikét, de mit tegyek vele? Nőtlen vagyok. Mindig is nőtlen voltam. Soha nem nősültem meg. Soha. A tiszteletes úr sem. Az az, hogy én megtehettem volna. Te megtette? Na! Egész életemet a katonaságnál töltöttem. Kemény, merev ember vagyok. Vénségemre került hozzám ez a kis angyal. Ketten vagyunk. A tiszteletes úr meg én, katona meg egy pap, egyikünk sem ért a leányneveléshez. Azaz, hogy én tanultam pedagógiát. De már elfelejtette! Na. Nagysád Intének igen jó híre van. És bizonyos vagyok benne, hogy az én kis piroskám jó helyre jut. Szerető anyát fog bennem találni. Nagyon le fog kötelezni, nagysád. Nagyon le fog kötelezni. Aza! Köszönj meg, piroskám! Köszönj meg szépen! Igyekezni fogok meghallani jóságát. Már is szívemből szeretem. Szeresse is, mert megérdemli. Jó itt a kantin? A kantin? A kantin alatt az ezredes úr az élelmezést értette. Nyugodjék meg, nagyságot. Intézetem elsőrangú. A legelőkelőbb családok sarjai járnak ide. Védnöke a köztiszteletben álló szerémi grófnő. Micsoda? Szerémi grófnő? Igen, minden évben kétszer is meglátogatja az intézetet. Gyerünk innen! Ezredes úr, mit jelentsen ez? Nagyon sajnálom, nagyság, de az én unokaugom nem maradhatja az intézetben, amit Szerémi grófnő pártogol. Sőt, olykor meg is látogat, majd keresünk más intézetet. Ezredes úr, csillapodjon már. Maga meg itt van még mindig. Az úr meg ne bosszantson. Én szelíd ember vagyok. Nyugodt vagyok. Ne szóljon hozzám. Világos? Világos. Ajánlom magamat, nagyon sajnálom.
Mi ez? Hát, hogy nagyon mérges, azt látom, de hogy miért? Hát, az talán. Talán az a lány. Talán. Hihetetlen, mi indulatba hozta Szerényi grófnő nevet. Ezek között történt valaha valami. Jaj, nagy újság! Jaj, Istenem! Nagy újság! Jaj, nagy újság! Azt üzente a grófné, hogy azonnal látogatást tesz az indulat. A grófné? Ilyen rendkívüli időben? Vajon mit jelenthet ez? Milyen összefüggésben van az előbbivel? Milyen előbbivel? Majd máskor elmondom. Most intézkednünk kell, hogy méltóan fogadhassuk a grófnőt. Nem volna szép karddal fogadni a grófnőt? Ó, hát arra már nincs idő. Nincs azonnal. Mindjárt szólok a növendégeknek. Kislányok! 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 Jöjjenek! Jó, Isten. Kisasszonyok, nagy öröm érte intézetünket. Kedves pártfogónk, Szerémi grófnő azonnal látogatást tesz nálunk. Fogadják őt hódoló tisztelettel és jó akarattal. Kislányok, álljanak, képezzenek sorfalat, mint a táncművészeti órán, és mondjanak három szerény, de mégis lelkes éjjel. Éjjel, éjjel, éjjel! Jaj, de aranyos a kisasszonykák! Most szállt ki a grófnő a hintájából, én előre szaladtam a lépcsőn, rögtön itt lesz. Hol van Márta? Ó, Mártát eltiltottam. Mit, mivel? Balettet táncolt. Balettet táncolt az intézetben? Hát ez borzalom. A grófné. Figyelem! Éjjel! 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 Köszönöm, kedveseim. Valósággal megifjul a lelket, a köpéket minket. Akarja, hogy bemutassam a növendékeket? Majd később. Előbb hadd élvezzem így bokrétában a kedves mezei virágokat. Na hát, nézzetek bátran a szemembe. Én nagyon szeretem a fiatalságot. Jaj, ne beszélj sokat, grófnő, mert megint rosszul lesz. Hallgass, Prézsi, rosszabb vagy a házi orvosomnál is, hiszen még az öregtél is felderül, és felmelegszik, ha ennyi bájos napsugár mosolyognak. Minden napsugárnál többet ér már nekünk a herbateja. Ne is hallgassunk erre a zsörtölődő öregasszonyra, aki mindenkit csak fényíteni akar. Kedves Karolin, hogy van megelégedve a növendékekkel? Semmi panaszom nincs ellenük, kegyelmes asszonyom. Látom, a tanárok a régiek, de még öreg barátom, a Tódorka tanár urat is itt látom. Hát nem öreg, hiszen fiatalabb, mint én. Soha nem bátorkodnék fiatalabbnak lenni, kegyelmes asszonyom. De jöjjön a mai fiatalság udvariasságot tanulni. Ám, igaz is, be van már töltve az elhúny francia nyelvmester állása? Most jön a haddelhad. Igen, éppen ma foglalta a helyét egy kitűnő francia tanár Bárány Ernő úr. Minden tekintetben megbízható komoly férfiú. Tódorka tanár úr ajánlotta. Ó, hát a Tódorka tanár úr ajánlása a legjobb biztosíték. Na most süllyedek el. Nem ismerhetném meg én is a jeles fiatal ember. Az irodában hagytam, ahol az értesítőket tanulmányozza. Ha kegyelmes asszony parancsolja, rögtön ide vezetem. Igen, igen, szeretném megismerni, de kérem, ne mondja meg neki, hogy én hivattam. Az ilyen komoly fiatal emberek igen könnyen zavarba jönnek. Semmit sem fogok szólni. Helyes, helyes. Ti pedig, kedveseim, bizonyára elfáradtatok már itt a sok ácsorgásban. Menjetek egy kicsit mulatni. Értitek? Nem tanulni, mulatni. Kedves Szerafin, a mai napra vakációt kérek a számukra. Ó, hát a kegyelmes grófné látogatása ünnepe házban. És mi? Mind ünnepet is fogjuk megélni. Egy, kettő, egy, kettő. Mi ez? Hát hogy mentek el innen? Nem a templomba vagytok, szaladgáljatok, ugrándozzatok, azírik hozzátok. Éjjel, grófnő! Tódorka, itt marad. Ez lesz a büntetése. Nem szégyelli magát öregember létére ilyesmibe keveredni. Jaj, kegyelmes asszonyom, hát tudja, hogy semmit nem tudok tőle megtagadni. Na jó, ne féljen, nem árulom el, de itt kell maradnia. Kérek egy széket. Igenis.
kegyelmes asszonyom, engedje bemutatnom intézetünk új francia tanárát, Bárány Ernő urat. A nagymama. Hát, kedves Bárány úr, nagyon örülök, hogy látom. Szeretném megismerni tanári programját is. Kedves Karolin, megengedi, hogy kettesben maradjak vele és kikérdezzem? Ahogy parancsolni méltóztatik. Na, kedves Bárány úr, halljam azt a tanári programot. Nagymama! Micsoda nagymamához fohászkodik, uraságod? Tudtom, ma én semmiféle francia nyelvmesternek nem vagyok a nagyanyja. Talán a galambosnyi. Kell is nekem ilyen unoka! Ki árulhatott el? Ha árulót akarsz, vedd meg a melled, mert ott van az áruló. Szégyellje magát! Hallod, mit kíván a galambosnyi? Nem szégyelled magad. Szégyellem magam, hogy rajta kaptak. Hallott Rézsát, csak azért szégyelli magát, mert rajta kaptuk. Szigorúbban, szigorúbban! Térdre, térdre, hogy mondom? Térdre. Mit neked óvjázok, Anni? Térdre, ha nagymama parancsolja! Közelebb. Még közelebb. Egészen ide. Ne haragudjál, édes jó nagymama! De! Haragszom. Nagyon haragszom. Hát illik ez a szerémi név egyetlen viselőjéhez? Álnév alatt belopózni egy lánynevelő intézetbe, amelyik éppen az én pártfogásom alatt áll. Hálót vetni ártatlan leányokra, mi? Hát ezért nevelgettelek? Szegény atyád, szegény anyád, boldogok, hogy már meghaltak. Nem látják, mennyire elfajult egyetlen gyermekük. Nekem kell látnom? A nagyanyádnak? Mert majd én felelek érted előttük a más világon. Hát ezért szeretgettele? Ezért nevelgettele? Na, hogy nézz rám azokkal! Hiába nézel! Nem szeretlek többet, és ne bocsátok meg! Na, na ez ugyan szép kiszigorúság, mondhatom! Jó van, Trézsiát, ennél szigorúbb ma igazán nem lehetem. Édes jó nagymama! Jaj, csak ne lennél az egyetlen unokám! Na de, hát lássuk csak, hát ha szerelmes vagy, akkor egyenes úton is célt érhet. Hogy-hogy nagymama? Hogy-hogy nagymama, hogy-hogy nagymama? Hát úgy-hogy feleségül veszed. Remélem, erre gondoltál, mikor ide jöttél. Erre is, de a nagymama nem egyez le bele soha. A nagymamának megvan a magához való esze. Na de hát, lássuk csak, mindenek előtt ismerni kéne ezt a lányt, családját, tudni a nevét, meg sok minden egyebet. Lássuk, ki ez a lány, mi a neve? Márta. Márta. Másik neve nincs? Nem tudom. Hát de Todorka most magánosor, maga a tanára magának. Tudnia kell. Én csak annyit tudok, kegyelmes asszonyom, hogy az igazgatónőnek valami nagyon távoli rokona. Hát ez kevés. Ennél sokkal többet kell tudnom. Kérdezzem meg az igazgatót. Hát de milyen igazad van, Trézsi? Rögtön ki is kérdezed. Todorka, legyen szíves, vezesse ide. Azonnal, kegyelmes asszonyom. Hála Istennek, hogy végre elmehetett. Nagymama, komolyan meg akarsz házasítani? Na mi az, csak nem ijedtél meg. Majd meglátom, hogy mit kell tennem, de te mindenek előtt a szavamat fogad, ha azt akarod, hogy megbocsássak. Első parancsom, azonnal hagyd el ezt a házat. Megyek, hát megyek is. Gyere csak vissza. Jövök. Szót fogadj, vagy reszkes haragomzott te. Édes jó nagymama. Csak ugyan össze akarja házasítani őket. Hát, ha szeretik egymást és összeillenek, miért ne? De hát, ha csak a féle porlány. Trézsi, hát te nagyobb arisztokrata vagy, mint én. Nem elég bánatot okozott már családunkban az előítélet? Igaz. A kisebbik fia. A szegény Béla. Bizony, bizony. Ha az uram nem választja el attól, akit szeret, talán nem oltotta volna ki gyilkos fegyver fiatal életét. Nem volt ez elég példa okulásunkra. Azt akarnád, hogy Ernő is így járjon. Isten őriz! Pedig ez még nem is az egyetlen példa.
Engem is elválasztottak a szüleim attól, akit szerettem. Én tudom csak, mi a boldogtalanság. Na, ezt se gondoltam volna. Hidd el, Trézsi, az a legnagyobb fájdalom, amit még kimutatni sem lehet. Örkényi Vilmosnak hívták, szegény fiatal katona volt. A rangján kívül nem volt egyebe. Távol volt tőlem, nem tarthatta fenn erőmet, megtörtem, megadtam magamat szüleim akaratának, és szerémi gróf nejévé lettem. Szegény Vilmosomat csak néhány pár hideg sorban értesíthettem arról, hogy ne gondoljon rám többet. Rég volt ez, Trézsi? Nagyon régen. Azóta nem láttam, de hallottam, hogy meggyűlölt, megátkozott, szilajvat katona lett. Én pedig némán viseltem szívemben a sebet sokáig. Sokáig, hát egészen addig, amíg nagymama nem lettem. A nagymamát csak nem hordozhatnak szerelmi sebet a szívükben. Látod, Trézsi, ezért nem akarok én szerető szíveket elválasztani egymástól. Igaza van, grófnő. Végeztem az arisztokráciával. Helyes, helyes. Van szerencsém bejelenteni az intézet igazgatónőjét. Bejelenteni? Hát Tódorka maga valóságos fő udvarmesterré növi ki magát. Beléphet? Igen, igen, kéretem. Hivatott, kegyelmes asszonyom. Kedves Karolin, adjon nekem teljes és őszinte felvilágosítást unokahúgáról, Mártáról, akit az intézetben nevel. Mártáról? Méltóztassék kérdezni, mindenre megfelel. Hát igen, ki ez a lány, mi a neve? Fájdalom. Márta az anyja nevét viseli. Huha, ez baj, ez nagy baj. És ki volt az édesanyja? Távoli rokonom, sokat nem mondhatok róla, mert csak néhányszor találkoztam vele. Táncosnő volt egy ideig a bécsi operában. Táncosnő? Igen, éppen ezért levélben is csak ritkán érintkeztem vele. Csak annyit tudok, hogy egy előkelő fiatal úr megszerette, és titokban nőül vette. Folytassa, kérem, folytassa. Atya, a büszke főúr megsemmisítette a házasságot. A lányt elbocsátották a színházból. Külföldre menekült, és a lányának ott adott életet. És a férje, mert Isten előtt a férje volt vele, mi lett? Úgy hallottam, a férfi nem sokára meghalt. Igen. Igen, öngyilkos lett. Hogyan? A grófnő ismeri a történetet? Akkoriban ez az eset igen nagy feltűnést keltett. Mi volt az ifjú neve? Nem tudom. Én az egész esetet csak az unokahúgom utolsó leveléből ismertem meg, melyet halálos ágyán írt hozzám. Midőn odaértem, már halva volt. Mit tehettem volna? Magamhoz vettem a kisárvát, és azóta az intézetemben nevelem. Az Isten meg fogja érte jutalmazni, drága jó Karolinom, csak egyet még. Mi volt a kislány édesanyjának a neve? A színházban Leoni Márta néven szerepelt. Hallottad, Trézsi? Hallottad? Hallom, hallom, de ne izgassa magát, grófnő, mert megint rosszul lesz. Kérem, Karolin, vezesse hozzám a kislányt. Megteszi? Természetesen. Hallottad ezt, Trézsi? Hallottad? Istenem, ha igaz lenne, ha az Isten megszánt volna, és egyik unokám hibájából visszaadná a másikat. Menj most, Trézsi, hagyd magamra, egyedül akarok találkozni vele. Megyek, de vigyázzon, nehogy eláljuljon. Ha rosszul érezné magát, csak hívjon, és azonnal jövök. Hát ezt nem hittem volna, nem hittem volna. Gyere, közelebb, gyermekem. Itt közelebb, egészen ide, ide, hozzám. Hát, tudod, ki vagyok ki? A kegyelmes úrnő. Na hát, emeld fel bátran a fejedet, hadd nézzek az arcodba. Mint van az, hogy az imént nem láttalak a növendékek között? Büntetésben voltam. Ó, és hát miféle bűnt követtél el? Csillagászati földrajz helyett balettet táncoltam a növendékekkel. És jobban szeretted a csillagászati földrajznál a balettet? Ó, sokkal jobban. Akkor mindig a mamámra gondolok. Nagyon szeretted az édesanyádat? Nem lehet azt kimondani. Régen volt, hogy elveszítetted? Nem voltam egészen 10 éves. Azóta itt vagyok az intézetben. Jó dolgom van, de a mamámat nem felejtem el soha.
Hát édesapádra. Emlékezel-e? Nem, édesapámat nem ismertem. De ma már sokat mesélt róla, és mindig együtt imádkoztunk érte. És édesanyád soha nem említette a nevét? Nem elég, nem elég az, hogy édesapa. Ő megértette. A jóisten is megértette, hogy kiért imádkozom. És édesapádat éppen úgy szeretted volna, mint az édesanyádat? Nem, hogy szeretem, hanem szerettem volna. A halottakat is épp úgy lehet szeretni. De mégis olyan szomorú az embernek, csak halottai vannak. Pedig én úgy, de úgy tudnék szeretni. Szegény gyermekem, hát másnak is vannak halottai. Lásd, én is siratom az én drága halottaimat. De maradt is, akit szeressen. Nekem nem maradt senki. Bocsássa meg, kegyelmes grófnő. Tudod, gyermekem, nekem is voltál egy kislány unokám. És ha megmaradt volna, most éppen olyan nagy lány lenne, mint amilyen te vagy. Csak egyszer láttam, de soha többé nem tudtam elfelejteni. 4 éves volt a kicsike. Eltitkolták előlem, eltiltottak tőle, csak lopva, titokban hozathattam magamhoz. Emlékszem, mikor belépett az ajtón, milyen nagy szemeket nézte. Az ablakon át éppen besütött a lenyugvó napsugára, és elvakította a gyermek szemét. A kislány sírva fakadt, és vissza akart fordulni az ajtóból, de én magamhoz intettem, ő lassan közeledett. Én egy ablak mélyedésben ültem, egy nagy karosszékben. Fejem fölött pálmalevelek sátrat képeztek. Az egyik ágán egy csintalan madárka ugrándozott. Pálmágán madárka ugrándozott? A kislánynak megtetszett a madárka, és utána nyúlt. De a madárka elrepült. Elrepült? A kislány sírva fakadt. Sírt? És én, hogy megvigasztaljam, az ölembe ültettem, és egy aranyos babát nyomtam a kezébe. És addig-addig forgattam, míg eltörte a karját. És akkor egy haragos öreg úr lépett a terembe, és azt mondta, hogy ennek a gyermeknek nem szabad itt tartózkodnia. És inasért csengetett, hogy vigyen haza. És a kislány újból sírva fakadt, és én is sírtam, és azt súgtam a fülébe, hogy mondd ki legalább egyszer a legédesebb szót. Hát mondd ki legalább egyszer azt, hogy... Nagymama! Nagymama! Részemről a szerencse. Csak nem marad el a szokásos reggeli séta. Ó, nem. Márkát várunk, és már indulunk is. Na, ezt igazán örömmel hallom. A viszontlátásra. Viszontlátásra. Mi is nem sokára ott leszünk. Amit látom, igen megörült a sétának.
Hát igen, valóban, ez a szerény, rendes fiatalember tengerparti sétáink alkalmával gyakran elkísér bennünket, mert nagyon szeret velem beszélgetni. No, de az érzetesség semmi rosszra se gondolni. Ó, dehogy, mi öreg asszonyok már nyugodtan beszélgethetünk ilyen fiatalemberekkel. Kérem! Hát én még nem vagyok asszony! Pedig te igen ráférne már! Jó reggelt, Szerafin kisasszony! Már amennyiben a délelőtt 10 órát túlélekkel még reggelnek lehet nevezni? Jó reggelt kívánok, tiszteletes úr! Képzelje, reggel volt a Kálmán bára után szaladgálok, kerestem a tengerben, vagyis hát a tengerparton, de kerestem a szálláson is, de sehol nem találtam. Ó, hát imént távozott innen, azt mondta, a tengerpartra ment, azon úton. Onnan jövök. Oda megyek. Íme a világ folyása dióhéjba foglalva. Viszont látásra, tiszteletes! Engedje meg is azt mondja, hogy azon a melléknévből képzett igével távozzam. Viszont látásra. Viszont látásra! Hát ez meg ki az Isten csodája? Hát ez egy teli evangelikus tábori lelkész. Olyan, aki házasodhatik? Hát már miért nem fogja meg magának? De igen, összeillenének! Én nem tudom igazán, mit szeret a kegyelmes gófi ezen a közönséges nő személyen! Drága Trézsi néni, aranyba foglaltatom magát. Meghiszem azt. A nagymamának sem álma, sem étvágya nem volt. Úgy kell neki? Miért hagytak otthon? De most itt vagy, Trézsi, és minden jóra fordul. Menj gyermekem, szokásos reggeli sétálra, te Szerafin kisasszonyjal. Én addig itt házi dolgokról beszélgetek Trézsivel. Megyek, drága nagymama. Trézsi néni, aztán vigyázzon ám a nagymamára. Nekem mondja. Hiszen tud maga vigyázni. Kisasszony, én már készen vagyok. Tudod, miért küldtem el őket? Tudom, hát én ne tudnám. Nem sokára itt lesz Ernő, és nem akarja, hogy találkozzanak. Miért találtad? Előbb beszélnem kell Ernővel, mielőtt újból szembeállítanám az unoka testvérével. Olyan sok függ ettől az első találkozás. Ó, igen, azóta nem találkoztak, hogy francia nyelvre akarta tanítani. Igen, igen, én akartam így, külföldre küldtem néhány hónapra. Azt akartam, hogy legyen ideje magába nézni, és tisztába jönni az érzéseivel. Jaj, olyan izgatott vagyok. Jaj, ne legyen izgatott, grófné, mert rosszul lesz. Ne félj az örömtől, még soha nem lettem rosszul. Már úgy látom, hogy már itt is vannak. Én vagyok, nagymama! Gyere ide, hadd sokkal! Meg jó, hogy a fejét nem bopta el! Na gyere, mutasd magad! Látom, megférfiasodtál, megbarmultál, remélem meg is okosodtál. Roppant okos lettem, kérdezted meg Tódorka bácsi. Annyi bizonyságot tettek róla, kegyelmes asszonyom, hogy semmi nevezetesebb ostobaságot nem követett el a fiatal úr egész úton. Hát akkor maga se kövessen el semmilyen ostobaságot, hanem jöjjön azonnal reggelizni. Nem látja, hogy a grófné egyedül akar maradni az unokájával? Jó, csak a pénz felől akartam érdeklődni, hogy ami a körutazáson fölül megmaradt, hogy... Ami az úti költségen felül megmaradt, az magának adott. Kegyelmes asszonyom! Hát én nem is tudom, hogy mit mondjak. Megvan. Köszönöm szépen. Na gyere, üljünk fel ide. És beszéljünk okosan. Okosan, nagymama. Szerelmes ember nem tud okosan beszélni. Na de hát egy házasulandónak okosan kell gondolkodnia. Az okos dolgot végezd el te. Házasítsalak meg? Ha szabad kérnem. Hát nem változtatta meg szívedet az utazás? Még mindig szereted Mártát? Nagyon szeretem. És mióta tudom, hogy unokatestvérem, azóta még jobban szeretem. Nem változott meg, ugye? De igen. Napról napra növekszik szépsége, kedvessége, jósága. Ó, hiszen akkor keresse sem találnék jobb feleséget. Jaj, bevallom neked, ez volna szívem legnőbb vágya. Ugye, én elmondtam neked Márta történetét. Tudod, hogy csak Isten előtt az unokám és tagja családunknak.
De ahhoz, hogy a világ és a törvény előtt is az legyen, hogy egyenlő részt kaphasson a vagyonunkból, és viselhesse a nevet, ami megilleti, ahhoz az kell, hogy a nejeddé legyen. Hát érzel ehhez magadban elég erőt, édesfiam? Esküszöm, hogy boldoggá fogom tenni, de nem is ez itt a fő kérdés, hanem Márta akarata. Szerete ő is engem, hiszen alig beszéltem vele pár szót. Én azt hiszem, hogy szeret, hiszen mindig szívesen beszél rólad, és feldedül az arca, valahányszor csak a nevedet említem előtte. Ó, hát nem is tudom, miért ne szeretett volna belém. Hallgass, te kis beképzel. Úgy látom, hogy mégsem jött még meg az eszed egészen. Hidd el, nagymama, hogy megjött. Állíts csak szembe vele, a többi pedig bíz rám. Majd inkább csak magamra bízom. Isten hozott, édes Ernő! Boldog vagyok, hogy viszont láthatlak. Nem így kell annak örülni, hiszen unokatestvérek vagyunk. Nagymama, szabad? Hát persze, ha csak ez a hegyke úrfi meg nem ijed tőle. Ettől ugyan nem ijedünk meg? Hát hogy vagy? Hogy utaztál? Mit láttál? Nem álltál be valahol francia nyelvtanárnak? Mind gondolod? Képzeld, nagymama, mikor hozzánk szól szigorúan és keményen. A kisasszonyoktól pedig elvárom, hogy buzgalommal és engedelmességgel fognak támogatni. Képzeld, nagymama, tekintélyt akar tartani, de nem ment neki sehogy sem ment. Persze, hát kifogtatok rajta, igaz? Ráismertünk, én ismertem rá. Mégiscsak jó hozzám az Isten, mikor legjobban panaszoltam árvaságomat, nem csak egy kedves nagymamát, hanem egy drága unokatestvért is adott. Ó, Ernő, mi ezt akkor tudtuk volna? Ó, ha ezt tudtuk volna. Fülig szerelmes belém, nagymama! Jó van, menjél már, menjél, menjél. Nos, Ernő, igyekezz méltó lenni az úri atyhoz. Tessék! Kisasszony. Tessék a másik is. Nos, az úri atyhoz elbúcsúztál. Most jön a Márta. Fülig szerelmes belém, nagymama! Fülig! Jóval, menjél már, menjél már! Ugye, nagymama, nem küldöd el többet utazni? Akit szeretünk, azzal szívesen vagyunk együtt, igaz? Igaz, és én szeretem Ernőt. Hát szereted? Igazán szereted? Igazán szeretem. Jaj, gyermekem, ha tudnád, milyen boldoggá tettél ezzel a kijelentéseddel, de most nem is az én boldogságomról van szó, hanem a tiédről. Miről beszélsz, nagymama? Hát, ha a szenvedésed árán kellett volna megvásárolnom a boldogságomat, nem fogadtam volna el, nem mondtam volna róla. De jó az Isten, egyikünktől sem kér sem áldozatot, sem bemondást. Hát hiszen azt mondtad, hogy szereted Ernőt, igaz? Szereted, és boldoggá tenne, ha nehévé lehetnéd, igen? Igen, nagymama! Hát de mi az? Mi az, hát csalódtam volna? Nem csalódtál, nem fogsz csalódni bennem soha. Na, jól van, jól van. Mi baj van már megint? Nincsen semmi baj, csak egy boldog kis mennyasszony tartok a karjaimban. Gondolhattam volna, hiszen Ernő úrfi is jó étvágyjal falatozik örömében. Hát mi mit csináljunk örömünkben? Megvan, eltáncolom azt a palotást, amit a te lakodalmadon jártam. Jó, jó, de ha táncolni akar, gondoljon a fürdőre. Az orvos megmondta, egyetlen fürdőt sem szabad kihagyni. Na jó, de hát most hagyjam magára az én kis mennyasszonyom. Ó, talál ő magához való társaságot. Gyermekem, hát a te szemed még mindig könnyes. Nem tudtad, nagymama, hogy a boldogságnak is vannak könnyei? Ja, ja, hát legyél olyan boldog, mint amilyen boldoggá engem tettél. Menjünk, Rézsi, erősítsük magunkat, hiszen táncolni fogunk. Egy nagymama, aki két unokája lakodalmán táncol. Ilyet se gyakran látám a világ. Ne támogass, Rézsi, nem kell, nem szorulok el. Kedves, hát én már nagyon rég értem magam ilyen furcsán. És boldog volt a nagymama? Boldog? Kimondhatatlanul! Ezt én mondom önnek, én, aki bizony ismerem az emberi szíveket.
És boldogtalan lett volna, nem teljesül? Belehalt volna, ez elhiheti nekem. Belehalt volna. Nem foglak boldogtalan tenni, nagymama. Boldog Léa. Ezek a fiatalok a szerelem. Ó, hát de ha fiatal elhívó itt van, akkor Tódorkának is itt kell lennie valahol. Tódorka! Tódorka! Ó, Szerafin kisasszony. Tódorka! Találkozásunk örömére engedje, hogy átnyújtsam önnek hódolatom legmélyebb megnyilvánulását. Ó, Tódorka, ön itt lába innál. Drága Szerafin kisasszony, tegyen engem a földkeresség legirigylésre méltó férfiújává. Nyújtsa felém újjai helyét. Nem! Érdemelné meg! Mert aki így visszamert élni a bizalommal, arra nyugodt lélekkel nem bízhatja egy ilyen gyenge nő a sorsát. Na de hát Szerafin kisasszony, hát elfeledkezik arról, hogy mindent jóvá tettem, amikor elmondtam a grófnénak? Na jó, legyen hát. Ó, ez a kéz. Vágyaim tárgya hosszú éveken keresztül. Vaj, enyémnek tudhatom. Micsoda? Együtt vontál a pénz? Hát, ami a körutazáson fölül megmaradt, azt a grófné nekem adta. Ezzel együtt van 5000 forintom. Öt? Én is felmegyek annyira. Szerafin kisasszony és az igazgatónő azt mondta, hogy 10000 forintért átengedi nekünk az intézetet. Ó, Szerafin kisasszony. Tudod. Hát célba érünk. Boldogok leszünk. Jaj, Isten, de. A mennyiségtan, a földrajzot és a történelmet azt én fogom tanítani, ezzel is megtakarítjuk egy tanár fizetését. Igen, de a szépírást, az olvasást és a konyhai vektort azt én fogom tanítani. Ezzel megtakarítjuk még egy tanár fizetését. Minő boldogság, Szerafin kisasszony, amint hazaérünk, rögtön össze fogunk házasodni. Micsoda? Ilyen hamar? Hát azért már van egy kis okom a türelmetlenségre, nem? Na jó, legyen hát maga rettenetes ember, ha ki tudna magának ellenállni. És most egyességünk pecsétje ül, boldogságunk zálogaként. Engedj, hogy elrabolja majkairól az első szőzies csókot. Na jó, legyen hát, de csak a homlokomra! Jó van, na! Tisztelt tovább! Tiszteletes úr! Tiszteletes úr, kérem! Jó Istenem! Ha nem csalódom, engem méltóztatik szólítani. Engedje meg, kérem, hogy bemutassam bőlegényem Tódorka Szilárd tanár urat. Hát, engedje, hogy bemutassam arámat, Langó Szerafin kisasszonyt. Ez esetben úgy vélem önmagamat is be kell, hogy mutassam. Kosztos Ámul, a nyugalmazott tábori lelkész, az ákosta hitvallású evangélikus hitben. Nem merem kétségbe vonni, hogy szerencsés lesz a kisasszonyja. Ó, hát a tiszteletes úr nagyon-nagyon elnéző. Hát, mint újabb ismerős, csak ugye általános körvonalokban ítélhetek. Újabb ismerős? Ó! Szemében a féltékenység, zöld lángyaló pontban. Ó, nagyon felületes ismeretség, nagyon felületes! Hát már amennyiben minden nap együtt sétálunk a tengerparton, és együtt lakunk, amivel fogadunk. Együtt laknak? Hát, ő ajul, én följük. Ő ajul, ő feljül! Kérem, barátom, rosszul vagyok, kérem, kísérjen a szobámba! Adhatok abból a főfájás elleni biztos szerből, amiből a minap is adtam. A minap is? Nem a fejem fáj, kérem barátom, kérem nyújtsa a karját. Minő ritka kegy. A szobám. Remélem.
szerencsénk egymáshoz? Viszontlátásra, tiszteletes úr! Vulkánon állunk, el innen! Inni megújulnak a Biblia csodái. Ábrahám ismét nőül veszi sarát. Úgy vélem, nem csalódom személyes állapotomra nézve, ha én inkább maradok nőtelen ember. Márta kisasszony, Kálmán bál után szolgálok, nem méltóztatik tudomásra lenni hollétére. Márta! Na végre. Ó, ön is itt van. Jött már levél a nagybátyámtól? Mostan megyek éppen a postára, hogy megkérdezem, hogy jött a levél, de Márta kisasszony kezébe levelet látok. Óhajtja, hogy föladjam? Köszönöm, nem postára való. Nem postára való. Ez esetben nem adom föl a látszódája. Csak hogy végre elment. Csak hogy végre kettesben maradunk. Báró, Kálmán báró, hát nem méltóztatik velem gyönni? Hát már csak nem leszek olyan udvariatlan, hogy magára hagyom a kisasszonyt. Hát miután arra nézve nincsen határozott utasításom, hogy egy udvariatlanságra késztessem, ebből a logika szabályai szerint egyenesen következik, hogy nem szállva szembe a predestináció hittételével, egyedül megyek a postára. Végre elment. Márta, édes Márta. Olvasta a levelemet? Olvasta és nem szól? Nincs rá semmi válasza? Ah, levél! Ne gondoljon többé rám. Hagyjon el. Micsoda? Ne gondoljon többé rám. Hagyjon el. Másé vagyok és a legszentebb kötelességem parancsolja, hogy másé legyek. Feledjen el örökre. Márta, mit jelentsen ez? Hagyjon el! Nem hagyom el! Nem ezt akarta írni, csak valami gonosz szellem vezette félre a tollát. Ezt akartam írni? Nem hiszem el. Mióta megláttam, azóta szeretem. És jó okom volt föltételezni, hogy ön viszont szeret. Miért ámított hát? Játékot űzött vele? Nem üztem játékot, nem ámítottam. Ha nem ámított, akkor szeret? Feleljen, Márta, szeret? Nem lehetek ne élni. Szeret! Nem meri mondani, hogy nem szeret. De mégsem akar nőül jönni hozzám. Mit akar hát tőlem? Hagyjon el, Kálmán! Azt hiszi, nem szenvedek eléggé, hogy nem fáj a szívem, talán jobban, mint az öné. Ha nem lelkesített, hagyjon bánatomra, és ne tegye súlyosabbá szívem terhét, hiszen nem tehetek másként. Nem tehet másként? Miért kikényszeríti Márta? Feleljen az Istenért, ha nem akarja, hogy megőrüljek. Nem árulhatom el, mert neki nem szabad megtudnia. Az élete függettől. Ugye érti? Ugye el fog hagyni? Nem hagyom el, Márta. Ha elhagynám, nem szeretném igazán, és önnek joga volna megvetni engem. Nem hagyom el, és küzdeni fogok magáért. Hagyjon el, ó, hagyjon el! Mikor egy nő azt kiáltja, hagyjon el! Egy lovagias férfi nem erőszakoskodik tovább. Milyen jogon ad ön nekem leckét, uram? Azon a jogon, mely minden lovagias férfit megillet. Különben van szerencsém magam bemutatni. Gróf Szerémi Ernő vagyok. E hölgy jegyese. Jegyese? Ön a jegyese? Igen, uram, az vagyok. Ha csak a kisasszony meg nem hazudtom. Nem hazudtolak meg, Ernő. Igen, uram, ő a jegyesem. Ne feledje, amit mondtam. Legyen irgalommal hozzám. Márta, engedd, hogy elvezesselek. Isten önnel, uram. Örökre Isten önnel. Ez hát a jegyese? Milyen gúnnyal, lenézéssel bánt velem. És én ezt eltűrjem? Úgy gondolom, uram, nekünk még számadásunk van egymással. Vártam önt! Jó, kérem, csak nyugodtan és csendesen, mert a hangos szót még meghallják a szomszéd szobában. Úgy emlékszem, hogy már bemutattam magam. Bár olyan kényi Kálmán! Lesz szíves megmagyarázni, mi jogon mert ön mennyasszonyomra támadni? Lesz szíves megmagyarázni, mi jogon nevezi mennyasszonyának azt, akit én szeretek? És engedje aki engem meg, viszont szeret? Engedje meg, hogy ezt kétségbe vonja. Épp olyan joggal vonom kétségbe én az ön szavát. Úgy látom, oly ellentétek vannak közöttünk, melyeket szóval nem lehet elintézni. Én is azt hiszem, minél előbb annál jobb. Egyikünk fölösleges a földön. Magam is azt hiszem. Báró úr, Kálmán báró, levédj itt az ezeres úrtól, míg ma megérkezik. Akkor sietnünk kell. Bizonyám, bizonyám. Mit gondol, uram, ne tegyünk egy kis magányos sétát? Ha ismer valami félelső helyet,
Az úgynevezett népkert az ilyenkor teljesen ki van halva. Akkor siessünk! Szodorka úr! Kérem egy pillanatra! Itt vagyok, gróf úr! Hová tette a pisztolyostokomat? Jaj, hát az még benne van a gróf úrnak a kofferjában. Köszönöm szépen! Elnézést! A pisztolyostok meg ez a magányos hely az összefüggésben van egymással? Miféle magányos hely? Hát amit a báró úr meg a gróf úr, hogy az előbb... Gróf úr, szabadjon megismételni miért a kérdésemet, hogy... Egy szó se! Aki elárul, azt irgalom nélkül lelövöm! Elő! Irgalom nélkül... Pisztoly! Magányos hely... De hisz az akkor... Párbaj! Mit fog szólni a grófné? Mit fog szólni az ázredés úr? Milyen rettenetes vérszopót nevetne? Én nem nevetem semmilyen, a maga tanítványa az a... Még a végén azt mondja, hogy én vagyok a hibás. A maga fejére fog szállni a kiontott vér. Vér! Na, megadom! Na, megadom! Testemmel védem őt! Jaj, rám, a kisasszonya nem tudja, mi van itt készülőben. Pisztoly! Magányos hely! És én utasítottam oda. Maga utasította! Maga! Nem! Hát nekünk rohannunk kell! Nagyon fontos dolgunk van! Hát itt minden perc! Minden perc! Maga! Tudorka! Én elájulom! Hát az a jó! Nincs itthon. És az a papféle ember, aki a fiatal báróval lakik? Az sincs itthon, kérem a lássa. Hol van? Nem tudom. Elrohant egyik a másik után. Elrohanta. Mikor én pontosan megírtam jövetelünk idejét. Elhasznál a figyelmesség. Édes bácsikám, hát lehet, hogy nem kapták meg a levelünket. De megkapták. Megkapták. Mégis elrohanta. És én ezt az embert a csillapításomra kértem. De elég, ha csak a közelében vagyok, vagy meglátom. Már is a gutaütés kerülget! Édes bácsikám, csöndesebben nem vagyunk egyedül. Mit tártod itt a szádat? Ha az a papféle úriember megérkezik, mondja meg neki! Mit mondjak meg? Mondja meg neki! Mit mondjak meg, kérem a lássa? Hogy igyekezzen lecsillapítani a lássa. Én is kérem a lássa. Kálmán nagybátyja az Isten küldte. Rögtön hozom a máhákat! Pincér úr, kérem! Pincér úr, legyen olyan jó, menjen be az ezredes úrhoz. De kisasszony, ha bemegyek az ezredes úrhoz, pofon fog vágni. Pincér úr, legyen olyan jó, hívja ki egy pillanatra. Ó, szerelem, ki tudna ilyen kérésnek ellenállni? Vágott.
A kegyelmes úr mindjárt itt lesz. Most már félek. A pincér azt mondta, valami magyar nő óhajt velem beszélni. Én vagyok a magyar nő. Ön az, kisasszony. Miben lehetek a szolgálatára? Mit tehetek önért? Tudja meg, hogy öcsén, Kálmán bárót nagy veszély fenyegeti. Veszély? Miféle veszély? Párbaj! Párbaj? Kiért? Miért? Az mindegy, ez nem tartozik ide. De, nagyon is ide tartozik, kisasszony. A párbaj gyakran becsületbeli kötelesség. És a Kálmánnak ilyen ügye van, nem hogy megakadályoznám, hanem én lennék a segédje. Ön? Én. Nézzen rám, kisasszony. Katona vagyok, és a katonák egészen másképpen fogják fel a párbajt, mint a kisasszonyok. Nekem eddig 13 párbaj áll a hátam mögött. Ön nem akadályozza meg a párbajt. Ó, hát Kálmán kitűnően lő, nagyszerűen vív, és az igazát védi, az Isten is vele van. Miért félteném? Akkor rossz helyre fordultam segítségért. Hát, holmi haszontalanságért nem engedném, de kegyedért érdemes párbajt. Ki mondta, hogy értem van? Ó, édes gyermekemet! Ennyi éles látás csak feltételezhet rólam, hogy észreveszem. Észrevette? És nyugodtan állít? Nos, én nem vagyok katona, és én is más szempontból fogom fel. És nem fogom hagyni, hogy miattam lelőjék egymást az emberek, érti? Milyen aranyos kislány, érte még én is szívesen párbajozni. Hát nem akarod engem megérteni. Egyformán retteget mind a kettőért, hiszen az ellenfel az unokatestvérem, az ő halála és szegény nagyanyám szívét. Legyen nyugodt, Kálmán győzni fog. Egyformán rettegek mind a kettőért. Nézze, kisasszony. Akkor nagy a hiba. Nagy. Mondja meg, hogy ki az ön unokatestvére? Szerémi Ernő. Szerémi? Ő! Szerémi grófi unokája? Igen, Szerémi grófni unokája vagyok. Az az asszony! Hallani sem akarok róla! Hogy merészel így beszélni a nagymamáról? Hallani sem akarok róla! Márta! Kálmán! Kálmán! Ön él, de feleljen elnövel, mi lett? Márta, ön tudja? Mindent elmondtam az ön nagybátyának, de feleljen elnövel, mi lett? A párbajt megakadályozták. Hála Istennek, nem fog megtűnni szegény nagyanyám szíve. Megálljon, Márta! Ön ismét elárulta, hogy szeret. Nem akarom ezt az alkalmat elszalasztani. Nagybátyám a tanúja volt, előtte ismétlem meg. Szerémi grófnő unokája az én családok tagja? Soha! Hogy merészel így beszélni? Ha térden állva könyörök, akkor sem lépek az ön családjába, soha! Kálmán, utoljára állunk egymással szemben. És bevallom, szerettem önt, és most is szeretem. De az ön nagybátyja ellenség az én drága nagymamámnak. Nem léphetek az ön családjába, soha! Örkényi. Grófnő. Hát mi történik itt? Nem én kerestem az alkalmat, de soha nem hittem volna, hogy unokány szerelme áll majd kettőnk közé. Hogyan? Hát akkor te nagymama, nem... Nagymama, menj neki! Én Ernőnél leszek! Köszönöm, báró. Ön akarata ellenére felnyitotta a szememet. Köszönöm. Sokára ott leszek én is. Ez volt utolsó álma szegény szívemnek. Ne búsuljon, grófné! Az Isten nem akarta, hogy teljesüljön.
Ne csodáld, Trézsi, ha néhány pillanatnyi pánkódást engedélyezek. Legszebb álmaim kimúltálnak. Úgyis csak pár percig tart. Na, hát már vége is van. Ez a szegény gyermek feláldozta volna értem a legnagyobbat. Szívének szerelmét. Hát én nem tudnék érte feláldozni a gyálmat. Ilyen önzőnek ismersz engem, Trézsi. Hát mondtam én valamit? Azt sem mondtam, csak gondoltam, hogy annak a dühös öreg bárónak sem kell ám minden szavát elvinni. Látod, Trézsi, hiába öregedtünk meg, ha még egy kislány szívében se tudunk olvasni. Lehet ahhoz eléggé megöregedni? Most már csak az az egy reménység tart fenn, hogy Ernőben is csalódtam, ő sem szereti Mártát, és akkor boldoggá tehetem egyik unokámat, anélkül, hogy a másik boldogtalan lenne. Ide! Ide, vérszopó gaszfi! Ide, az ember! Mi történik? Kegyelmes asszony, már magam sem értem a kisasszony természet fölötti fölháborodását. Kegyelmes asszonyok, lássa bennem a legboldogtalanabb mennyasszony. Hát ezért őrizzem én meg magam. Évtizedeken keresztül, szűzies tisztaságban, hogy az utolsó évben törjön ki Ádász féltékenysége. De kire lennék én féltékeny? Kire? Hát még ezt is eltagadja. Miért állod hát ki akkor e véres párbajra? Párbaj? Hát kinek volt itt párbaja? Neki! Nekem! Lehetetlen! Kosta Sámuel tiszteletes úrral! Az még lehetetlenebb! Értem! Az meg pláne lehetetlen! Hát mi párbajoztunk volna mi egymással? Hát ez szörnyűség! Hát nem! Jaj, drága grófné, nagy félreértés van, rettenetes, borzalmas félreértés van, de most már elmondhatok mindent, mert hál' Istennek túléltük. A fiatal gróf meg a fiatal báró akarták megölni egymást. Nagy ég, hát már idáig jutottak. Kegyelmes grófné, hát én voltam a rendőrségem. A párbajt megakadályoztam. Jaj, hát most mondom, hogy én akadályoztam meg a párbajt, meg Kosta tiszteletes úr. Hát Kosta tiszteletes ura, én jelentém fel, kihívó úr! El is csípték. Elcsípték a tiszteletes urat! Gondolkod, legyen szíves, keresse fel a fiút, vissza ne térjen nélküle. Rohanok, kegyelmes asszony, rohanok! Vezess a szobámba, Trézsi, ez a felfordulás egészen kimerít. Hát kegyelmes asszonyok, hát a párbaj értem volt! Ugyan kivágatnál a torkát éppen magáért. Ami miért nem hiszi el senki, hogy a párbaj értem volt. Értem. Jöjjön csak, jöjjön. Ezt kell megérnem. A rendőrség lükölött kiszabadítanom egy papot! Szégyelje magát! Ügyen le, szégyelje magát! Sámson is a filiszteusok fogságába került, mégse szégyelni magát! Sámson? Miféle Sámson? Az ki volt a Delilája? Ilyen hölgyet nem vélek ismerni. A rendőrségen azt mondták, valami párbaj védség miatt csukták le. Éppen én akadályoztam meg egy párbajt, és nem gondoltam volna, hogy ebbe az országba itt börtönbe csukják az embert, ezért. Párbaj? Kiért? Miért? Értem! Atya úristen! Tisztelem az ízlését! Megérdemelni, hogy elvegye feleségül! Na de kérem, báró úr! Nekem már réges-régen van vőlegényem! És én nem óhajtom szétválasztani azt, amit az Úristen egybefizet. Sara legyen Ábrahámé, Rebeka legyen Izsáké, én nem irigylem tőlük. És párbajra egyébként is, amely állásommal és mindenre egyaránt ellenkezik, nem mentem, nem megyek és nem menendek sose. Hát már ez is eltagadja. Hogy a párbaj azért is értem volt,
És úgy merészeljen még egyszer fejegetni az én egyetlen drága vőlegényem életét, hogy reszkessen, és én nem vagyok se Rebeka, se Sára, se... És a párbaj azért is értem volt, értem! Megeredének az én csatornái és elárasztják a földet. És ezért akart maga párbajozni? Hogy akartam én párbajozni? Éppen én akadályoztam meg Kálmán báró párbaját. Hogy merte meg akadályozni? Hát hagytam volna, hogy lőjék főbe. Hát na, csak még az hiányzott volna. Akkor mit kellett volna cselekedni? Na, okos. Mit kellett volna cselekedni? Azt kellett volna cselekedni, hogy nem szállt volna a grófnővel egyházba. Nem tetszett utasításul adni, hogy kerüljen cserébi grófné. Okos embert nem kell utasítani. Nem vagyok okos ember. Az látszik. Most megvan a komédia. Összeszeretteti az unokaöcsémet a grófné unokájával. Egy szóval nem mondta neki, hogy szeressen bele, egyébként sem értem észrevenni semmit. Mert állandóan ezen a rokkalt szeráfon jár az eszem. Na, ezekkel a kerugokkal meg szeráfokkal hagyjon már engem békében, jó van? Miért nem keres új szállást? Hát voltunk már új szállásért. Az eszedes úr úgy kajabált, hogy azonnal kilatták a szőrünket. Hát de állandóan bosszant! Nem bosszantom én csak. De állandóan! Én állandóan csillapítom! Jaj, édesbátyom, mert megint csillapítják egymást. Mert pont olyan helyen vett ki szobát, ahol ég a föld a talpam alatt. Hát miért nem engedi új szállást keresni? Mert nem akar, mert itt szeráfok laknak. Van még egy címem, ahol állítólag siket a tulajdon. Miért kell egyáltalán kiköltöznünk innen? Miért kell, miért kell? Semmi között hozzá, azonnal indulj csomagolni. Semmi közöm hozzá, de én tudni akarom. Azaz már tudom is, az egész fogadó ezt beszéli, Szerémi gróf és Kálmán párbaját, és nekem semmi közöm hozzá. Na, majd meglátjuk. Szerémi úr, egy pillanatra. Igen, kisasszony. Talán csodálkozik, hogy nevén szólítom, és még jobban bátorságon, hogy megmerem szólítani. Talán, ha megmondom a nevem, meg fog érteni. Legyen meggyőződve, kisasszony, hogy én csak a szerencsémmel csodálkozom, mert így kedves ismerettséghez jutok. Ó, én már nagyon régóta ismerem ön. Otthon Budapesten nagyon sokszor láttam, színházban, lóversenyen, és nagyon jól tudtam az ön nevét. Én nem okoztam olyan föltűnést, így nem csodálkozom, hogy engem nem ismer. Engedje meg, hogy most részesüljek-e szerencsében. Örkényi Piroska vagyok. Annak az Örkényi Kálmánnak a húga, akit ön meg akar ölni. Mi gondolat? Hagyja el, uram! Nálam nem ér semmit ez a kíméletes tettetés. Katonalány vagyok. Ismerem jól a párbaj kódexet. Mit tehetek hát kegyed megnyugtatására? Beszéljünk okosan. Üljünk le. Beszéljünk okosan. Tudja, a bátyámmal meg nem beszélhetek. Meg se hallgat. A fivérek nem valami udvariassak a hugukkal szemben. De ön idegen. Az ön számára kötelező az udvariasság. Az unoka testvére, ki önnek jegyese, Kálmánt szereti. Mondja, uram, érdemes az életét kockáztatni egy olyan lányért, aki más szeret? Biztos benne, hogy nem szeret. Ó, mi lányok jobban értünk az ilyen dolgokhoz. De mondja, uram, önhöz méltó-e fegyverrel megszerezni egy vonakodó lány kezét? Mikor másokat békés úton is meghódíthatna? Ó, kisasszony, egészen zavarba hoz. Ó, nem az a híre, hogy könnyen zavarba jönne. Kedves uram, én nem szeretném a bátyámat egy ostoba golyó által elveszíteni. Mondjon le annak a nőnek a kezéről, és akkor vége lesz ennek a boldogtalan párbajnak. Ezt nem tehetem, kisasszony. Csak ezt az egyet tegye meg. Ezt az egyet nem tehetem. A kegyed állítása igaz. Az a színe volna, mint a párbajtól félve lépnék vissza. Ezt az egyet nem tettem, kisasszony. Úgy, ez hát eredménye minden könyörgésemnek. Jó, akkor más úrokat pengetünk. Itt lakik a nagymamája a fogadóba. Ismerem látásból. Megyek hozzá, majd meglátjuk, hogy ő mit segíthet. Uram? Kisasszony. Bement hozzá. Milyen nagyszerű leány.
hogy beszélt, hogy nézett, és hogy emlékezett rám. Nagyon tetszik. Hanem a nagymama. Lesz itt háborúság. Meneküljünk! 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 A gróf úr! Végre megfogja! Engedjen Tódor Kalúr! Engedjen Tódor Kalúr! Kegyelmes! Megfogja! Uram Isten, birkóznak! Megvan! Tódorka, látom, hogy maga hűséges emberem. Ne féljen a jutalma, nem fog elmaradni. De most kérem, hagyjon magammal a fiúval. Igenis, kegyelmes az fiú. Menjen pihenni! Menjen a manyasszonyához! Leszek olyan bátor. És most állj elém, és adj számon tetteidről. Minek beszéljek, nagymama? Láttam, mikor bement hozzád a vádló. Ugye nagyszerű leány? Hogyan? Hát beszélj csak tovább, gyermekem. Kiről? Hát arra nagyszerű lányról. Talán tetszik neked? Nagyon tetszik, nagymama. Talán... De valóban nem szerelmes belém, Márta? És én még azt hittem, hogy összetöröm a szívet, ha megmondom az igazat. Gyere ide, hadd csókoljalak meg. Látod, Trézsi, megint csalódtunk. Maradjunk csak mi a kis kuckomba. Hagyjuk a fiatalokra, házasodjanak, szeressenek a kedvükszer. Vigyázzon, Grófné, itt az ellenség. Kérem, öcsém uram, egy szóra. Már bocsásson meg, hogy ilyen bizalmasan szólítom, de én még a régi világból való vagyok. Parancsoljon velem, Grófné. Hát még mindig ilyen vérfomjas hangulatban van? Még mindig le akarja lőni ezt az én rossz unokám? Nem tudom, ki árulhatta el. Én nem. Na, hogy néznek egymásra? Hát legyetek nyugodtak, édes fiaim. Én is tudom, hogy a becsületnek eleget kell tenni, és ne féljetek, nem fogom magamat közétek vetni. Hanem mielőtt újból kiállnátok egymással. Hát engedjétek meg, hogy az is véleményt nyilvánítson, aki a legilletékesebb. Trézsi, hív csak ki! Mit akarsz, nagymama? Te most hallgass, te itt most csak a harmadik személy vagy. Gyere, ne félj, ne reszkess, nem fogok belehalni, és nem fogod összetörni a szívemet. Akkor lennék boldogtalan, ha a kedvemért a szíved ellenet választanám. Hát nézd, most itt állnak mind a ketten. Tessék, melyiket választod, tessék? Nagymama! Hát ne a nagymamát választod, hát egy kicsit is megmaradok neked. Szólj már bátran, hát Ernőt csak, mint az unokatestvéredet szereted? Csak. Ez a tiéd. Látod? Nem haltam bele, és Ernő se ájult el, sőt, ha jól látom, még örül is a haszontalan. Na de, hát ha nem Ernő, akkor talán ez a másik, hát őt már úgy szereted, hogy a nejévé is tudnál lenni, igen? Igen? Szeretem, de nem leszek a neje. Márta! Gyermekem! Ön is tudja, Kálmán, te is tudod, nagymama, hiszen itt történt az egész. Kálmán nagybátyja az akadály. Márta! Bátran dacolok én nagybátyám haragjával, kitagadásával. Nem kell a vagyona, nem kell tőle semmi. Csak ön legyen az enyém. Az ön nagybátyja ellenség az én drága nagymamának. Nem léphetek az ön családjába soha. Hát ez baj. Ez már nagy baj. Itt nem segíthet más, csak a... Nagymama. Szólj se többet, menjetek a szobámba, ott van Piroska is, ismerkedjetek, barátkozzatok. Aztán menjetek le a tengerpartra. Gyere csak, Trézsi! Rohanj azonnal a báró szobájába, és kérd meg, hogy jöjjön ide azonnal. Vissza ne tér nélküle. Megyek! Ölben hozom el, ha nem akar, jön! Meg kell tennem. Majd az Isten erőt fog adni a szavaimnak, de ha mit mondjak neki? Hogy kezdjek hozzá? Majd a pillanatnyit leszre bízom magamat. A báró először morgott valamit,
aztán megbirizgált a bajuszát, de azt mondta, eljön. Helyes, helyes. Nézd meg a ruhámat, a fajamat. Ezt még felveszünk? Nem kell, vidd innen, öreg itt, nem kell. Grófnő. Köszönöm, báró, hogy teljesítette a kérésemet és eljön. Mit óhajt tőlem a grófnő? De nagyon nehéz ilyen messziről beszélgetni egymással. Csak nem akar átmenni a kert másik végében, na. Jöjjön, üljön ide le mellé. Kérem szépen, jöjjön ide. Na hát, így legalább szemtől szembe vagyunk egymással. Mit óhajt a grófnő? Kettőnk közül ön osztogatja a kegyeket. Miféle kegyeket vár tőlem a grófnő? Már meg is kaptam. Teljesítette a kérésemet és eljött. Bevallom, sokkal nagyobbat vétettem valaha ön ellen, hogy sem remélhettem volna ezt a kedvességét. Miféle kedvességet vár tőlem a grófnő? Örülök, hogy teljesítette a kérésemet és eljött. Kérem, nyújtsa ide a kezét. Na, bocsánat a jelőjön. Kérem szépen. Behálóz. Behálóz. Köszönöm. Ez is megkönnyíti egy tehertől a szívemet. A nagyobbat, az igazit, azt úgysem veheti le onnan soha senki. Keze finom, mint a bársony. Már is elhúzta a kezét. Különben igaza van. Sokkal nagyobbat vétettem valaha ön ellen, és ezzel boldogtalanná tettem önt is, de magamat is. Ez igaz, de nem hallottam, hogy boldogtalan lett volna. Két fiam volt, mind a kettő meghalt. Bizonyára ön is hallotta a történetet. Igen, hallottam. Na és mégis azt mondja, hogy nem hallott a boldogtalanságomról. De hát miért lett szerény mineje, ha nem szerette? Hát nem ismerte atyám makacs, hajthatatlan természetét. Hogyan dacolhattam volna akaratával? Aki erőt adhatott volna, akit szerettem, az távol volt tőlem, nem tarthatta fenn erőmet, megtörtem, megadtam magam szüleim akaratának, és ezzel boldogtalanná tettem magamat is, és önt is. Igen, boldogtalanná tettem. Hát tudom, de nem volt életének egy szava, egy tette, egy mozzanata, amiről hírt ne kaptam volna. Hogyan? Ön tudakolózott felőle? Ki tilthatta volna meg. Ezzel nem sértettem meg senki jogát, és legalább megvolt szívemnek az a fáj öröme, hogy ne sírjon, grófnő, nem bírom elviselni. De engedjen sírnom. Ne sírjon, ne sírassuk az elveszett boldogságot, hiszen tudjuk, hogy hol kell keresni. Igen, igen, unokáim boldogságában, igen. Rézsi, Rézsi, hívd csak ki. Ezért körülöttem. Rézsi. Gyertek, gyertek. Aki megkérte tőlem az unokám, szegény Béla fiam lányának a kezét. Báró, hát illik ez hozzám? Szerető szíveket elválasztani egymástól. De hát gondolja meg, hogy ki volt az anyja. Hát maga gondolja meg, hogy ki a nagyanyja. Igazam van. Megadom maga, beleegyezem a házasságukba. Fölvettem az új szállást. Micsoda? Mondja le! Mondja le, hogy jöjjön be! Mert össze kell adni a fiatal párt. Két párt, ha szabad kérnem. Meg az öreg párt is. Kérem! Hát ki beszél itt öregségről? Egy párt, két párt, ennyi párt, ha nem voltam fölkészülve. Hát a harmadik pár, nagymama. Az még várhat egy évig. Grófné, tudja, mit akartam mondani? Tudom, tudom, meg akarta kérni a kezemet. Hát mondja, báró, nem jobb ez így. Gyönyörködjünk együtt a fiatalok boldogságában.